Az úgynevezett Citromsziget épületéből csodákat lehetne varázsolni, és több száz fiatalnak lehetne lakhatást biztosítani, fogalmazott Berta Krisztián, önkormányzati képviselő ma délelőtt híradónknak. A képviselő elmondta, hogy a Jobbik Mi Városunk otthonteremtési programja városunkban az egykori József főherceg laktanya falai között kiválóan megvalósulhatna. Ahogy azt Berta Krisztián ismertette, az ország egyik legnagyobb problémáját, a lakhatás helyzetét oldaná meg a Jobbik a bérlakásépítési és lakhatási támogatási programjával, elsősorban a fiatal korosztály számára. A képviselő azt reméli, hogy a 2022-es választások után az új, nemzeti egységkormány által megvalósíthatók lesznek az otthonteremtési tervek. Azt is megtudtuk, hogy Nagykanizsán az önkormányzati bérlakásoknál hatalmas a túljelentkezés, az igények mindössze 15-20%-át képesek csak teljesíteni. Arról, hogy mennyibe kerülne a Citromsziget épületének felújítása, és milyen feltételekkel költözhetnek majd be a fiatalok, egyelőre nincsenek információk. Mi Várunk program azért jött létre, hogy a fiataloknak tudjunk megoldást nyújtani, hiszen a Fidesz kormány vagy nem tud, vagy nem akar segíteni már 2010 óta. A segítség is tőlük általában a hitelbehajszolás, és hisz bármilyen programot, ha nézünk, általában a hitelhez kapcsolódik. A Mi Várunk viszont abban különbözik, hogy az országszerte rengeteg üresen álló állami önkormányzati ingatlant, amivel vagy az önkormányzat, vagy az állam nem tud mit kezdeni, azt mi felújítanánk, és a fiataloknak kedvező áron ugye kiadnánk, majd ha erre igény mutatkozik, kvázi anyagáron bizonyos idő után az övék is lehetne, az ő tulajdonuk lehetne az a lakás.